Köszöntöm Önöket a Szombathelyi Televízió kulturális magazinjában, a Műhelyben. Pénteken és szombaton tartották a 9.-10. osztályosok számára kiírt országos történelmi tantárgyi verseny döntőjét az ELTE Szavária Regionális Pedagógiai Szolgáltató Központban. A megnyitón mások mellett Lenkai Nóra, rektori biztos is köszöntőt mondott. A felhívásra több mint 2500-an jelentkeztek. A fináléban a legjobb 33 diák mérettette meg magát, köztük a Bólyai Gimnázium tanulója, Varga Tünde, aki a 8. helyen végzett. Múlt hétvégén a 7.-8. osztályos tanulók számára is megrendezték a versenyt, ahol egyedüli szombathelyiként Kelemen Alexis részt vett, a Reguli iskola diákja, aki szintén a 8. helyet érte el. Mai első vendégem Alex és felkészítő tanára Németh Erzsébet érkezik hozzám a stúdióba. Azonban nem csak a Reguli és a Bólyai söpörtbe sikereket az elmúlt időszakban. A Szombathelyi Művészeti Szakgimnázium és Technikum is számos versenyen ért el dobogós helyezéseket. Érkezik másodikként a stúdióba hozzám Rápli Róbert, a Művészeti Szakgimnázium és Technikum igazgatója. Bepillantunk a Vörös Sándor Színház kulisszái mögé. Horváth János Antal rendezésében ősbemutatót tartottak Samuel Béli díjnyertes darabjából, a Kutyabajból. Tartsanak velünk, azonnal kezdünk! Köszöntöm a stúdióban Németh Erzsébetet, történelemszakos és könyvtárszakos mesterpedagógust, és Kelemen Alexet, a Reguli iskola diákját. Üdvözlöm, és tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket is. Köszönjük a meghívást, a lehetőséget, és köszönöm a nézőknek a figyelmét. Sok szeretettel gratulálok a versenyen elért eredményedhez. Kérem Erzsébet, foglalja össze nekünk néhány szóban ezt a versenyt. Hány részből állt, milyen témái voltak? A 30. országos történelem tanulmányi versenynek részesei voltunk ebben a tanévben is, amelynek a döntő fordulójáig jutott el tanítványom Alex, aki 7. B osztályos tanuló intézményünkben, és bízunk benne, hogy további sikerekben lesz része a tanulmányai során, nem csak történelemből, hanem más tantárgyból is, hisz egy nagyon széles érdeklődési körrel rendelkező diákunkról van szó. A verseny felkészülési időszaka egy 3 hónapos periódust ölel fel. Ez mikor kezdődött? Ez decemberben kezdődött, és az iskolai vármegyei fordulókon keresztül bonyolódik ez minden tanévben. A döntőnek immár 30. éve Szombathely ad otthont, hisz a verseny indítói is 30 évvel ezelőtt szombathelyi pedagógusok, pedagógiai intézetnek a munkatársai, vezetői voltak, és ezt a területet tovább gondozza az ELTE Szavária Egyetemi Központnak nem csak a történelem tanszéke, hanem a pedagógiai szolgáltató központnak a munkatársai is. Milyen témákat ölelt fel a verseny? Ez minden tanévben változatos témaköröket jelölnek ki a verseny szervezői. Ebben a tanévben magyar és egyetemes történetnek a 14. század elejétől, tehát 1301-től a 18. század közepéig tartó időszakot néztük át a tanítványaimmal, amely politika, gazdaság, társadalom történet mellett a kultúrtörténet, életmód történetet is magában foglalta. Elméleti és gyakorlati feladatokat is kapnak a diákok? Az iskolai és a vármegyei fordulón is, meg a döntőn is van írásbeli forduló, szóbeli forduló pedig csak a döntőbe jutott tanulók számára létezik. Milyen volt számodra ez a verseny, Alex? Kérlek, mesélj nekem erről. Hát számomra ez a verseny egy új helyzet volt, hiszen még nem voltam országos tantárgyi versenyem, és érdekes tapasztalatokat szereztem ezzel a mostani fordulóval is. Milyen feladatok voltak? Volt egy írásbeli feladatlap, amely változatos, érdekes és furfangos
feladatokkal rendelkezett, amely tartalmazott például esszé feladatot, amelyben egy bizonyos korszakot vagy egy bizonyos történelmi részt kellett bővebben kifejteni. Ez a kedvenced is volt? Nagyon tetszett nekem ez a rész. Hát kedvencem nagyjából az egész feladat kedvencem volt, de ez a rész különösen tetszett. Nehézségi szinteken milyen volt akár az iskolaitól az országos fordulóig eljutni? Hát az iskolai fordulóban az ismeretanyag csak a 6. történelem tankönyve korlátozódott, és így, ahogyan a vármegyein keresztül az országosig fel kellett építeni több ismeretanyagból a feladatot, így nehézségét tekintve egyre nehezebb és több gondolkodást igénylő feladatok jöttek számításba. Erzsébet, milyen felkészülést igényel ez a gyermekektől? Egyrészt egy nagyfokú elhivatottságot igényel a tantárgy szeretetén kívül, és az általános érdeklődési kör is, tehát nagyon meghatározó ilyen szempontból. Minél szélesebb látókörrel bíró tanuló nevez be a tapasztalataim alapján, annál eredményesebbé tudnak válni a fordulók során. Ez egy több éve megrendezésre, évenként megrendezésre kerülő verseny? Évente megrendezésre kerülő verseny, már ez volt a 30. És iskolánkból minden évben, tehát vannak iskolai fordulóra nevezett tanulók, akik közül néhányan a vármegyei fordulóra is bejutnak. Az idén egy nagyon jó összetételű csapat sikerült ilyen szempontból is a vármegyei fordulóra juttatni, hisz az osztályból itt 6 tanuló is a vármegyei fordulóra jutott, akik közül 4 az első mezőnyben teljesítettek. Még ahhoz, hogy ez egy, szeretném tehát itt megjegyezni, ahhoz, hogy mindez tehát meg tudjon valósulni, és meg tudjuk valósítani kollégák támogatása mellett, nagy részben a szülők, a családi támogatottságra is tehát számítunk, és amikor ez megvalósul, optimálisan találkozik a tanulói, illetve a pedagógiai munkánkkal, akkor sikerre tudjuk vinni a közös munkát. Ez is lett volna a következő kérdésem, hogy az iskolában az elméleti oktatás mellett azért a gyerekek nyilván gyakorlatit is kapjanak, amit mondjuk egy osztálykirándulás keretében Igen. meg tudnak tenni. Igen. Emellett pedig hát nyilván ott a szülői háttér, ti rengeteget kirándultok? Igen, minél többször próbálunk elmenni, túrázni hegyekbe, hegységekbe, de akár városok és látnivalók megnézéséhez is próbálunk több időt fordítani. A várakat, csata helyszíneket is megnéztek ilyenkor? Igen. Nagyon sok várat láttunk már, akár a szüleimmel, akár nagyszüleimmel, és a csata helyszínekből is bővelkedünk eddig megnézettek alapján. Az iskolában melyik tantárgy a kedvenced? Mondhatjuk, hogy a történelem? Hát a történelem is a kedvenceim közé tartozik, de több tantárgy alkotja a kedvenceim részét. Például a biológia, amin később majd szeretnék tovább menni az orvostudomány felé, de ilyen például a történelem is, valamint a kémia és a földrajz. Meg is van már, hogy melyik iskolába mennél esetleg tovább? Igen, a Bólyai gimnáziumban szeretnék tovább tanulni. Miért az orvos szakma, ami érdekel téged? Mi miatt? Hát én nekem az ember és az ember felépítése nagyon érdekes tudományág, és nagyon érdekes dolgok rejlenek ebben a tudományágban. Visszatérve kicsit az iskolára, kérem, meséljen róla nekünk, milyen szakterületek, szakkörök vannak az iskolában, ahova a gyerekek tudnak járni. Történelem szakkör is van esetleg? Van történelem tehetséggondozó szakkörre is lehetőség. Ilyen, ezt az egyik kolléganőm végzi ezt a tevékenységet ebben a tanévben. Sportolási lehetőségei vannak a tanulóinknak. Német színjátszó szakkörben tudnak elmélyedni,
informatika szakkörre is lehetőség van, illetve alsó tagozatosok számára, tehát a képzőművészek, manuál és rajz területén is plusz lehetőségeket tudunk nyújtani. Mit gondol, hogy tudjuk a gyerekekkel megszerettetni a történelmet? Tapasztalataim alapján, tehát minél több érdekességet tehát vinni az óra a tanítás menetében, változatos eszközök, forrásoknak a használatával, tehát az online, digitális lehetőségek kihasználása nélkülözhetetlen a napi munkánk során, és hát törekszünk is arra, hogy az ennek a technikai feltételei meglegyenek az intézményben. Így. És biztos, hogy a tanításnak a személyes módja, a magyarázatnak a minősége, hogy az összefüggések megláttatása milyen módon sikerül a tanulóinkban, hogy egy olyan gondolkodásmódot tudjanak magukévá tenni a tanítási folyamatnak a végén, amikor a korszakoknak nem csak a lecsupaszított esemény történetét látja, hanem össze tudja azt vetni egy másik korszak, vagy akár jelenünk történési folyamataival. Alex, számodra miért olyan fontos a történelem? Már a kezdetektől, tehát ilyen általános iskola elejétől kezdve érdekelt téged? Vagy így folyamatosan a tanár jelenléte mellett szeretted meg a történelmet? Hát én úgy gondolom, hogy már az általános iskola első éveiben, de már az óvoda vége fele is érdekelt a történelem, és ebbe a felkészítő, valamint a történelmet oktató tanáromnak, valamint a család tagjaimnak is nagy szerepe volt. Hát sok szeretettel gratulálok még egyszer a versenyen elért eredményhez, és további szép sikereket kívánok az iskolának is. Köszönjük. Köszönjük szépen. Ősbemutatót tartott a Vörös Sándor Színház. Samuel Bailey Kutyabaj című művét adták elő Horváth János Antal rendezésében. A történet a fiatalkorúak börtönében játszódik. Három fiú életébe, tragédiájába tekinthetnek be a nézők. A darabot a Márkus Emília teremben játsszák. Elgondolkodtató, komoly témákat boncolgató darab a Vörös Sándor Színház legújabb bemutatója. Magyarországon először itt láthatja a közönség Samuel Bailey Kutyabaj című művét. Hazaértem a suliból. Szerda volt, mert nálam volt a tesi zsákom. Benn meg csapkodás, meg ordítozás, meg zsírás. Hirtelen a fiatalkorúak börtönének egyik tantermébe csöppenünk, ahol három olyan fiút ismerünk meg, akik szabadulások idejére apák lesznek, vagy már börtönbe kerülésük előtt szülővé váltak. Felkészítő órákon vesznek részt, hogy megtanulják, hogyan kell gondoskodni egy újszülöttről, közben pedig édességgel üzletelnek egymás között. És most addig nyomd, amíg ellenállásra néztek. Mindhárman erőszakos bűncselekmények miatt ülnek rács mögött, hét jeleneten keresztül láthatunk bele az életükbe. Mind a hárman nagyon szerethetőek, és ez a dolgunk is, hogy ezt megmutassuk. Tehát azon túl, hogy elkövettek erőszakos bűncselekményeket, azon túl ők ugyanolyan esendő emberek is, ugyanolyan szerethetőek, mint bárki más. Hajdú Péter Istvánt Kane Walters szerepében láthatjuk. Kane Walters, 17-18 éves fiú, és súlyos testi sértés miatt került be most jelenleg, de ő már tulajdonképpen 12 éves korában került be először. Hát akkor még, sőt, már 6 évesen árvaházban volt, tehát egy elég hányattatú sorsú fiú, és... De szerintem igazából a körülményei határozták meg, tehát főleg a családja, ott már eldőlt a sorsa. Igazából szerintem egy nagyon érzékeny fiú, és szerintem jó lelkű is, csak hát ezt nem merik kimutatni ott bent, mert nem mutathatják ki az emberek ott a gyengeségüket, szóval nagyon sokat füllent, nagyon sokat beszél alapvetően, ő is ennek a felese igaz, tehát el kell osztani mindent kettővel vagy hárommal. Tehát úgy él túl, hogy nagyokat mond magáról, és
Nyilván a nála gyengébbet, vagy akit úgy ítél meg, hogy nála gyengébb, azt pedig elnyomja. A darabban megismerjük a három fiú tanárnőjét is, aki meglátja bennük a jót és reménykedik, hogy életük jobbra fordulhat szabadulásuk után. Nem állta meg van az angol és a fizika is. Nem voltam jó angolban. Csak egy hármas kellene. Aztán az megvan, akkor azt csinálsz, amit szeretnél. Horváth János Antal negyedik alkalommal rendez angol kortárs szerzőművéből ősbemutatót Magyarországon. Kutyabaj című írásáért Samuel Béli 2019-ben elnyerte a legígéretesebb pályakezdő drámaíró díját. Horváth János Antal ezután ajánlás útján jutott el hozzá. A darabot ő fordította, ebben maga Béli volt segítségére. Bizonyos dolgokban én felhívtam a Samuelt, és akkor megkérdeztem tőle, hogy ez biztos, hogy ez az, amire gondolok, vagy hogy ezt hogy, vagy hogy mi az a, vannak benne bizonyos olyan utalások, amik az angol kultúrára vonatkoznak, és ezeket át kellett ültetni, úgyhogy univerzálisan értető legyen, tehát hogy ne okozzon a szombathelyi vagy budapesti néző számára olyan ilyen gondolkodást, hogy valamit értenem kellene, amit nem értek, hanem hogy azt át tudjuk ültetni, úgyhogy ne vegyük el azt, hogy ez egy angol történet, de hogy ne egy ilyen, tehát hogy abban az értelmezési tartományban rakjuk, ami mindenki számára érthető. A történet bárhol, bármikor megtörténhet, akár napjainkban is. A Kutyabaj minden korosztályt megszólít. Olyan zenéket válogattak össze hozzá, amelyek a fiatalok szubkultúrájában jelen vannak. A rendező azt üzeni, próbáljunk meg elfogadóbbak lenni azokkal, akik a börtönbüntetés letöltése után visszailleszkednének a társadalomba. Ezt remélem, hogy valahogy azt el tudjuk érni, hogy ne egy ilyen izolált közegként, vagy teljesen szélsőséges helyzeteként tekintsenek ezekre az emberekre, akik elkövetnek bizonyos hibákat az életükben, de hát mindannyian hibázunk, vannak, akik bizonyos törvényi kereteket hágnak át, és ezáltal ez az egy hiba, vagy ez egy pillanat meghatároz az egész életüket, és nekünk talán társadalomként kellene jobban felelősséget vállalunk abban, hogy ezek az embereknek lehetőség nyíljon arra, hogy ők újra integrálódhassanak a társadalomba, vagy bebizonyítassák azt, hogy ők nem csak az az egy pillanat, ami végzetes volt az életükben. Nem azt gondolom, hogy minden tisztára mosható, tehát nyilvánvalóan vannak olyan bűnök, amit az ember elkövet az életében, és azért számolnia kell, de hogy felelősségvállalás megtörténik, hogyha ha felelősen állnak az emberek ahhoz, amit tettek, és megszolgálnak a bizalomra, akkor szerintem érdemes esélyt adni. Bár a darab története szívbe markoló, humor is felfedezhető benne. A kérdés pedig nyitva marad. Mi lesz ezekkel a fiatalokkal, ha egyszer egy új élet lehetőségével térhetnek vissza a külvilágba? Sok szeretettel köszöntöm a stúdióban Rápli Robertet, a Művészeti Szakgimnázium és Technikum igazgatóját, illetve Szabó Natália növendéket, aki a 37. OTDK Művészeti és Művészettudományi Szekcióján festőművészeti kategóriában első helyezést ért el. Köszönjük a meghívást! Köszönjük szépen a meghívást! Sok szeretettel gratulálok az elért eredményedhez. Kérlek, mesélj nekem erről, hogy készültél fel a versenyre? A tanárom egy hónappal előtte szólt nekem a pályázatról, a leadás idő előtt. Ekkor már volt egy festményem, amit csak úgy festettem plusz munkának, így festettem belőle egy sorozatot, egy három képből álló sorozatot. Először volt az OTDT, amit Szombathelyen az ELTE-n került megrendezésre. Itt második helyezést értem el. Itt mivel készültél ezen a versenyen? A féltestvéremet lefestettem háromszor. Nekem nagyon fontos, hogy a munkáim teljes mértékben kötődjenek hozzám, és ha ezeket a képeket meglátom, akkor a múlt eseményeit látom a jelenben megtörténni, és megjelent a hiányérzet, amit az ő életében meglévő dolgok váltottak ki belőlem. Milyen technikával dolgoztál? Olajjal festettem. Különleges hordozókra. Az egyiknek a hordozója műbőrből van, a másik egy kanapéra készült, egy kanapé háttámlájára, a harmadik pedig egy régi képnek a keretére lett ráfeszítve. És ennek mi volt a témája? Igazából ez egy nagyon személyes téma nekem.
igazából a szülők és az ilyen elvált gyerekek, elvált szülők, és hogy a gyerekeknek milyen életük van így, hogy csak az, vagy az egyik szülőnél, vagy egyiknél sem vannak igazából. Amikor jelentkeztél a művészetibe, még felvételiztél, akkor hogy a festészet iránt érdeklődtél? Miért ezt a szakot választottad? Engem mindig is érdekelt a művészet, azonból pedig a festészet az, ami nagyon vonzott. Már általános iskolában is rengeteget festettem. Most is reggel 8-tól este 8-ig sulizárásig benn vagyok és dolgozok. Sok szakmai tantárgyatok van az iskolában? Hát igen, meglehetősen sok van, de ezek mellett is mindig van időnk más dolgokat is festeni, csinálni. Ebben a versenyben ki volt a felkészítő tanárod? Szántó István volt a jelenlegi szaktanárom. Mennyire könnyen inspirált téged? Honnan jön ilyenkor a téma? Ilyenkor szabadon választott témát választhattatok? Igen. És honnan jött belőled, hogy az elvált szülő és annak gyermekeid hozott fel témának? Hát a festményeim nagyjából mindig a saját közegemből inspirálódik, és most éppen a szülőkre került a választásom. Hányad éves hallgatója vagy itt a művészeti gimnáziumban? 13-as vagyok. Akkor már lassan pályaválasztás előtt állsz te is. Engem már felvettek a Magyar Képzőművészeti Egyetemre. Gratulálok, és csak ott is festő? Igen, passziváltottam egy évet, és itt maradtam az iskolában. Valami nagyon ide húz még ehhez a helyhez. Nagyon sok dobogós helyet értek el a művészeti és diákok zenei és képzőművészeti területen is. Hogy ilyen sok lehetőség nyílik a mai fiataloknak erre? Mindig is volt lehetőség erre. Tehát igazából amit az iskolák számon tartanak versenyt, ez az oktatási hivatal által kiírt versenyek. Ez ugye általánosabb területe, mondjuk a gimnáziumban az országos középiskolai tanulmány, az OKTV versenyek nevezik. Nálunk és a szakgimnáziumokban ez a szakmai verseny, tehát alapvetően művészeti. Zeneművészeti területen, ugye iskolánk egyik profilja ez, valamivel több verseny van. Képzőművészeti területen az oktatási hivatalnak három meghirdetett versenye van, a mintázás, a rajz és a festészet. A mintázást egy hónapja például a mi iskolánkban rendezték, vagy rendeztük újra. Úgyhogy hát elég jó évet zártunk, mit mondjak, tehát 12 dobogós helyezést értünk el ezeken a hivatalos országos helyeken, mind a képzősök, mind a zenészek, tehát arányosan. Ezért is bátorkodta bejönni ide a stúdióba, mert igazságtalan lenne, hogyha most csak egy képzős diákunkkal készítenek interjút, hiszen a zenészek is bőséggel hozták az érmeket. Melyek lennének a legfontosabb versenyek, amit esetleg kiemelne? Hát, ha kiemelnék versenyt, akkor megsértődnének mindazok, akiket nem emelnék, úgyhogy készültem egy papírral, és csak ezekből mondanám, tehát ezeket az országos versenyekből. A országos kamarazene versenyen kaptunk egy harmadik díjat, az országos csembaló és blokkflőte versenyen szereztünk 5 díjat, 2 első és 3 második díjat, így gyakorlatilag az összes korcsoport összes első és második díját elhoztuk. A országos szolfés és páros éneklési népdal versenyen egy harmadik díjat, az általunk rendezett országos mintázás versenyen egy első díjat, egy külön díjat és egy harmadik díjat. Az országos Gordonka versenyen 2 első díjat, 2 külön díjat és egy második díjat, és még vannak itt más versenyek. Például, amiről általában a statisztikák nem szólnak, az országos diákfilm szemlén minden évben rendszeresen diákjaink alkotói és külön díjakat kapnak. Ez valahogyan elkerüli az oktatási hivatalnak a kompetencia területét. És hát voltak még nemzetközi és országos versenyek, szintén rangos versenyek, hát megkímélem a kedves tévénézőket ezektől, de az tény, hogy nagyon sikeres év volt az idei is, és nagyon büszkék vagyunk a diákjainkra és a felkészítő tanárokra, hiszen az ő inspirációjuk, itt jelesül például Szántó István tanár úr inspirációja, az igen sokat jelent. Aki esetleg nem tudná, annak kérem mondja el, hogy milyen szakok találhatók a művészeti szakgimnázium és technikumban.
Hát most ezt nem mondom, hogy ezt puskáznom kell, de azért át kell gondolnom. A zeneművészeti képzés ugye 1975 óta megy már, tehát alapvetően klasszikus zenei hangszerekre képzünk diákokat. A képzésiparművészeti tagozaton jelenleg szobrász, ötvös, festő, grafikus, textilműves, illetve az animáció, mozgókép és animáció készítő szakon van még oktatás. A képzőművészeti területen úgy tudom, hogy lehetőségük van a diákoknak rengeteg kiállításra is, van bemutatkozási lehetőség a számukra. Hát ahogy a zenészeknek meg nagyon sok hangverseny lehetőség van, éppen múlt héten nyílt a képtárban az idei reprezentatív kiállításunk, amit még egy-két hétig tudomásom szerint a városlakók is megtekinthetnek. Ez minden évben? Ez minden évben, és általában a képtár ad ennek otthont. Itt a legjobb diákmunkákat állítjuk ki tematikusan, és azt gondolom, hogy az idei is egy nagyon szép kiállítás érdemes lesz megnézni. A művészetiben régebben is rengeteg túljelentkezés volt, még amikor én annó felvételiztem 8. osztályból. Úgy tudom, hogy most már ugye lezárultak ezek a jelentkezések, és kiderült, hogy ki jutott be a művészetibe. Ezt idén is elmondhatjuk, hogy többszörös túljelentkezés volt? Jól emlékszem, hogy ön animációs szakon végzett. Így van. Hát lehet, hogy most be se kerülne akkor a mozgóképes szakra, mert 26-an jelentkeztek, és 6 diákot szoktunk felvenni. És a viccnek szántam természetesen, nyilván ott volt a helye akkor is. Tehát vannak olyan szakok, ahol különösen nagy az érdeklődés, tehát ilyen a mozgókép és animáció készítő szakot 4-5 szörös túljelentkezés szokott lenni. Ez a digitális technika fejlődése miatt lehetséges? Valószínű, ennyire... nyilván a gyerekekhez közelebb áll az informatika, a számítástechnika, és itt jobban kiélhetik magukat ezen a vonalon is, bár egyébként meg ugyanúgy manuális rajzolás és egyéb vizuális látásmódra szükség van ezen a szakon, és emiatt általában a grafikus képzés az, ami szintén nagyon népszerű, és sokszoros a túljelentkezés. Összességében a képzőművészeti tagozatra olyan 3-szoros túljelentkezés van, aminek azért örülünk, mert ez azt jelenti, hogy tudjuk szűrni a gyerekeket. Nem kell kényszerből fölvennünk úgy gyermeket, aki annyira nem felel meg szakmailag, tehát mondhatom, hogy az a 30 fő, akit, és tegnap derült ki egyébként, hogy kik kerültek be hozzánk első helyen, az a 30 fő, akit indítani tudunk egy osztályba, az mind a 30 kiváló, és itt van a helye a képzőművészeti tagozaton. Ez zeneművészeti tagozaton is elmondható ez a túljelentkezés? Nem, a zeneművészeti tagozaton azért kisebb a merítés, általában sajnos tendencia, hogy egy kicsit csökken a zeneiskolákban is a növendékek létszáma. Azért azt tudni kell, hogy amíg valaki zeneiskolásként eljut oda, hogy mondjuk a művészeti pályát, középiskolát válassza, addig hát 4-5-6-7 évig neki a zeneiskolába kell járni, heti több óra, hangszer, szolfés, tehát elég nagy áldozatot kíván, és ezért jobban meggondolják a diákok, a szülők is, hogy mennyit áldoznak mondjuk erre a területre, miközben jár kézilabdázni, meg nem tudom én, mazsolettezni, meg egyéb nyelvtanulásra. Natália, a te oldaladról teljesen egyértelmű volt, hogy a művészeti után mindenképpen képzőművészeti területen szeretnél tovább tanulni? Igen, teljesen. Nagyon szeretem ezt a szakmát, és remélem, hogy későbbiekben a munkám és a hobbim azonos lesz. A diákok esetében egy 5 év után milyen lehetőségek vannak a képzőművészeti területre? Nagy százalékban jelentkeznek képzőművészeti területre, tehát folytatják ezt a fajta tudást? Visszakanyarodnék Natihoz. Nagyon jó döntést hozott, és nem ő az egyetlen, aki érettségi után itt maradt 13. évfolyamra. Ez plusz egy évet jelent. Nem csak az, hogy plusz egy év, hanem a szakmai órák zöme ilyenkor van, és ráadásul kapnak egy, régebben OKS-nak mondtuk, egy szakmai vizsgabizonyítványt, tehát lesz papírjuk arról, hogy ők mondjuk a festő vagy festészeszakot elvégezték. Ugyanígy voltak tavaly tanítványaink, akiket építésznek vettek föl BME-re ide-oda, és itt maradtak egy évre, és úgy folytatták az egyetemet. A képzőművészeti tagozaton a diákoknak egy jelentős része megpróbálkozik a képzőművészeti egyetemmel, vagy a MOMÉ-val, amelyik a legnívósabbnak, rangosabbnak számítanak, de itt egyáltalán nem becsülném le a többi egyetemnek a képzőművész szakát, például a Pécsire is sokan mennek, és nyilván nem mindenkinek sikerül ez első körben. Egyre inkább kitolódik az év, akiket az évfolyam, mikor fölvesznek valakit képzőművészeti egyetemre,
Úgyhogy aki türelmes, az próbálkozik, és egy-két év után el kell, és vannak olyanok, akik pedig a gyakorlati életben találják meg a helyüket, olyan munkahelyen helyezkednek el, ahol kamatoztatni tudják a tudásokat, nem tudom én, dekoratőrnek, vagy mondjuk a mozgókép és animációsok, mint az ön példája is mutatja, elmennek egy kiváló tévéstúdióba, vagy operatőrnek, hiszen több tanítványunk is van, aki ilyen körökben mozog. Tehát nem feltétlenül csak az egyetemekre képzünk a képzőművészeti tagozaton, hanem úgy tapasztaljuk, hogy azért más területen is jól megállják a helyüket a növendékeink. Ugyanez a zenészekről már egy kicsit másképp mondható, az talán kijelenthető, hogy a zenészek 90%-a a zeneművészeti egyetemen folytatja. Ennek mi az oka? Az, amit az előbb említettem, hogy aki már végigjár egy hosszú zeneiskolai tanulmányt, az már nagyon eltökélten kerül be a zeneművészeti gimnáziumba is, és neki az a célja, hogy zeneművész, zenetanár legyen, és mivel megkapja itt erre a lehetőséget, már úgy értem, hogy legalábbis úgy gondoljuk, hogy elég tisztességgel fölkészítjük a gyerekeket, ezért tényleg jó eséllyel veszik föl őket, szinte mindenkit a zeneművészeti egyetemekre. Sok szeretettel gratulálok még egyszer az elért eredményekhez, és további sikereket kívánok. Köszönjük szépen. Ennyi fért mai műsorunkba, búcsúzóul hallgassuk meg Pajzs Horváth Péter zeneművészet és növendéket, aki a 14. országos Tárker János Gordonka versenyen az első és a külön díjat is első elhozta. Felkészítő tanárai Pálkövi Ágnes és Kóta Donát. A műsorvezetőt az Unico és a Mirror női divatárukból öltöztette.